Üdvözlöm az óskola nézőit! Amint az asztalunkat és a táblánkat is látják, kémiával fogunk foglalkozni. A kémia idén is választható tantárgy a külső független értékeléseknél. Ugye a kémiát azok választhatják, akik később gyógyszerészeti vagy kémia szakra szeretnének menni tovább tanulni. Mai adásunkban ezeknek a tételeknek a felépítésével, majd pedig egy néhány tesztfeladat megoldásával fogunk foglalkozni, Bihari Krisztinával, aki a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola kémia tanszékének hallgatója. Kezdjünk is neki! Jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket! A mai nap a 2018-as külső független tesztelés tesztfeladat sorával fogunk foglalkozni kémiából, de mielőtt belevágnánk a feladatok megoldásába, nézzük meg, hogy hogyan is néz ki egy ilyen tesztfeladatsor felépítése, illetve mire kell figyelnünk a tesztfüzet kitöltése során. Először is a munka 2018-ban 52 feladatból állt, amelyek között más-más típusú feladatok vannak. A teszt megírására 150 perc áll rendelkezésre. A feladattípusok különbözőek, az elsőtől a 36. feladatig egyszerű választás 4 válasz lehetőség közül, melyeknek mindegyike 1 pontot ér, minden helyes válasz 1 pontot ér. A 37-től a 42. feladatig párosításos feladatok következnek, 2 felsorolás elemeit kell összerendelni a közöttük fennálló kapcsolat alapján. Minden helyes párosítás 1 pontot ér, ezzel a feladattal, ha mindegyik helyes, összesen 4 pontot szerezhetnek. A 43-tól az 52. feladatig pedig számítási feladatok következnek, illetve ezek között szokott lenni egy oxidáló-redukáló egyenlet rendezése is. Ezekben a feladatokban minden helyes válasz 2 pontot ér. Összegezve maximálisan 80 pont érhető el. A füzettel dolgozás során oda kell figyelni, hogy minden feladattípus előtt fel vannak tüntetve az azokra vonatkozó szabályok, és ezeket a feladattípusokat is, a kérdéseket, válaszokat, illetve a megoldási útmutatót is pontosan el kell olvasni, ugye csak azután feleljenek, ha figyelmesen elolvasták a szöveget. Szükség esetén piszkozatként lehet használni a füzetnek az üres részeit, illetve segítségként kapnak periódusos rendszert, oldhatósági táblázatot, illetve a fémek aktivitási sorát is, amit együtt a füzettel kikapnak. Az A űrlap kitöltésére különösen nagy figyelmet kell fordítani, mivel ezt fogják végül is értékelni. A válaszokat érthetően kell feltüntetni, viszont ha valaki hibázott esetleg a kitöltés során, akkor különbözőképpen lehet javítani ezeket a hibákat. Mégpedig az elsőtől a 42. feladatig, tehát az egyszerű választásokat egyszerűen csak besatírozzuk, és az általunk másik helyesnek vélt választ jelöljük be. Viszont, hogyha a 43-tól az 52-ig terjedő feladatokban ejtünk valami hibát, akkor ott már az arra kijelölt helyen kell kijavítani a rossz válaszunkat, és értelemszerűen fel kell tüntetni, hogy hanyas kérdést szeretnénk itt javítani. Miután kikapták a füzetet, át kell lapozni, meg kell nézni, hogy minden oldal benne van-e, illetve, hogy a feladatok helyesen követik-e egymást, és ezután az A űrlapon bejelölni, hogy hanyas számú füzetet kaptak. És akkor nézzük is a külső független tesztelés 2018-as feladatsorát. Az első feladatunk: elemezd az állításokat az anyagról, mely szerkezeti képlete az alábbiakban látható. Tehát itt látjuk a szerkezeti képletet, és van 2 állításunk. Az első: az anyag molekula képlete C4H8O3, a második: az anyagban a hidrogén tömeg részaránya a legnagyobb. Van-e közöttük helyes? 4 válasz lehetőségünk van: A csak az egyes helyes, B csak a második helyes, V mindkettő helyes, G nincs helyes válasz. A feladat megoldásánál célszerű először összeszámolni, hogy milyen atomokból is áll, és ezekből hány van, hogy össze tudjuk írni az összeképletet. Látjuk, hogy szénből van 4, hidrogénből 8, oxigénből pedig 3, így az összeképletünk C4H8O3, tehát az első állításunk helyes lesz. Azt, hogy a hidrogén tömegrészaránya a legnagyobb,
az alábbi képlettel tudjuk kiszámolni, amihez szükségünk van a molekula relatív molekulatömegére, illetve az atomtömegekre, a hidrogénére, a szénére, illetve az oxigénére, amit a periódusos táblázatból ki tudunk írni. A képletbe behelyettesítve a számokat egyértelműen látjuk, hogy nem a hidrogéné a legnagyobb tömegrészarány, így a helyes válaszunk az A lesz, csak az első állításunk helyes. A következő feladat, csak ionos vegyületek képei láthatók az alábbi sorban. A négy válasz lehetőség közül ki kell választanunk azt, hogy melyik sorban vannak kizárólag ionos vegyületek. Ehhez tisztázzuk magunkban, hogy mik is azok az ionos vegyületek, ugye ezek olyan elemek kapcsolódása során keletkeznek, amelyeknek nagy az elektronegativitás különbsége. Ha megnézzük a vegyületeket, akkor látjuk, hogy a V sorban lesz csak ionos vegyületek felsorolva, tehát ez lesz a helyes válaszunk. A következő. Vizet tartalmazó kristályosító edénybe néhány csepp fenolftaleint adtak, és egy darabka nátriumot helyeztek bele. Olvadásnak indult, átalakulva egy gömböcskévé, amely gyorsan mozgott a víz felszínén. Az egyik reakciótermék egy gáznemű, gyúlékony anyag. Elemezd az állításokat a reakcióval, reagenseivel és reakciótermékeivel, külső jelenségeivel kapcsolatban. Négy állításunk van, az első az, hogy a reakció exotermikus. A második az, hogy a nátrium sűrűsége nagyobb, mint a vízé. A harmadik a gáz, amely kiválik a reakció során oxigén. Negyedik az oldat fokozatosan málna vörössé válik. Négy válasz lehetőségünk van, ugye A, B, V, G, és ezek megadják azokat a számokat, amely állítások helyesek lehetnek. Nézzük is, hogy mi történik, hogyha egy vízzel teli tartályba fenolftaleint teszünk, hozzá pedig nátriumot, ugye az oldat hirtelen málna vörössé válik. A reakciót, hogyha leírjuk, akkor látjuk, hogy nátriumhidroxid és hidrogén gáz keletkezik. Nagyon hevesen reagál a nátrium a vízzel, hő fejlődik, tehát ez egy exotermikus reakció. A nátriumhidroxid lúgos közeget terem, tehát ezért fog a fenolftalein málna pirossá válni, illetve a keletkező gázunk a hidrogén. Ezen ismeretek alapján látjuk, hogy csak az első és a négyes állítás lesz nekünk helyes, tehát a helyes válaszunk a B. A következő kérdésünk. A rész két vegyértékű hidroxidról szóló helyes állítás a következő sorban található. A. Erős elektrolit, B. Melegítéssel lebomlik, V. Könnyen oxidálódik, G. Fém és víz kölcsönhatásával kapják. A vízben oldhatatlan bázisok egyik kémiai tulajdonsága, hogy melegítés hatására bomlanak oxidjukra és vízre, amit az alábbi egyenletben látunk is. Ennek a tulajdonságnak ismeretében könnyen megjelölhetjük a helyes választ, amely a B lesz, tehát melegítésre bomlik. Következő kérdésünk. Az állandó vízkeménységet okozó ionok képletei az alábbi sorban láthatók. A. Kálcium ion, magnézium ion és hidrogénkarbonát ion, B. Kálcium ion, magnézium és szulfát ion, V. Nátrium ion, kálium ion és hidrogénkarbonát ion, vagy G. Nátrium ion, kálium ion és szulfát ion. Tudjuk, hogy a víz keménységét a kálcium és magnézium ionok okozzák, tehát a V és a G választ rögtön kizárhatjuk. Viszont megkülönböztetünk változó és állandó keménységet, a változó keménységet forralással eltávolíthatjuk, ezt a hidrogénkarbonát ionok okozzák, az állandó keménységet pedig forralással nem tudjuk eltávolítani, ezt a szulfát ionok okozzák, tehát ezt tudva a helyes válaszunk a B lesz. A következő kérdés, jelöld meg a helyes állítást. A. A tiszta alumínium-oxid, ez a gyémánt ásvány. B. Az alumínium sűrűsége nagyobb, mint a vas sűrűsége. V. Az alumínium ion pont olyan elektron konfigurációval rendelkezik, mint az argon atom. És G. A kémiai reakciókban az alumínium atomok leadják az elektronokat és oxidálódnak. Tudjuk, hogy az alumínium-oxid nem a gyémánt, mivel a gyémánt a szén módosulata, és az alumínium sűrűsége lényegesen kisebb, mint a vasé, mert tudjuk, hogy a vas nehézfém, az alumínium pedig könnyűfém. Az alumínium ion és az argon atom elektron szerkezeténél elég, hogyha megnézzük a rendszámokat, már látjuk, hogy sem atomos, sem ionos formában nem lesz azonos az elektron szerkezete, és a G válasz
Az alumínium ionok kémiai reakciókban leadják az elektronokat és oxidálódnak, amit az alábbi reakciónál láthatunk is. Tehát a helyes válaszunk a G lesz. Következő kérdésünk. Határozd meg az X és Y anyagok képletét az átalakulási sémában. Adott az alábbi átalakulási séma, és van nekünk 4 válasz lehetőségünk. Az A válasz lehetőségben az X anyag a cink, az Y a sósav, a B válasz lehetőségben az X anyag a nikkel, az Y a sósav, a V válasz lehetőségben az X anyag a cink, az Y a klór, és a G-ben az X anyag a nikkel, az Y pedig a klór. Ahhoz, hogy meg tudjuk nézni, hogy a vasat mely fém fogja kiszorítani a sójából, a fémek aktivitási sorát kell vennünk, megkeresni a vasat, és megnézni, hogy a felsorolásban lévő fémek közül melyik áll előtte, tehát melyik fogja a vasat kiszorítani a sójából. Ez nem lesz más nekünk, mint a cink, tehát a B és a G válaszokat kizárhatjuk rögtön. Ugye, mert cinkkel reagálva, a vasat kiszorítottuk a sójából, és megkaptuk az elemi vasat. Viszont a 2 vegyértékű vaskloridot kell kapnunk, és el kell döntetni, hogy H-klort vagy klort kell hozzáadni. Tudjuk, hogy a vas a halogénekkel 3 vegyértékű lesz, tehát ahhoz, hogy 2 vegyértékű vaskloridot kapjunk, H-klórral kell reagáltatni. Így a helyes válaszunk az A lesz. Cinkkel és H-klórral fogunk eljutni egyik állapotból a másikba. Következő kérdésünk. Normál só akkor keletkezik, ha X és Y anyagok reakciója során a következő mennyiségekben vesszük őket. A. 1 mol foszforsav és 1 mol nátriumhidroxid, B. 1 mol foszforsav és 2 mol nátriumhidroxid, V. 1 mol kénsav és 1 mol káliumhidroxid, valamint G. 1 mol kénsav és 2 mol káliumhidroxid. Tudjuk azt, hogy a többértékű savak több lépésben adják le a protonjukat reakció során, mint például a kénsav káliumhidroxiddal 2 lépésben fog reakcióba lépni, és 1 mol savhoz szükséges nekünk 2 mol káliumhidroxid. Tehát 1 mol kétértékű savhoz szükséges 2 mol egyértékű bázis. Ennek ismeretében megjelölhetjük a G-t, ami lesz a helyes válaszunk, tehát 1 mol kénsavhoz szükséges 2 mol káliumhidroxid, hogy normál só keletkezzen. A következő. Az alábbi szerkezeti képlettel rendelkező anyagok savas hidrolízisének köszönhetően keletkezhet. Láthatjuk a szerkezeti képletet, és 4 válasz lehetőséget, hogyha savas hidrolízisnek vetjük alá, mi fog keletkezni. A válasz lehetőség etánsav és 3 metil bután 1 ol, B 3 metil butánsav és etanol, V etánsav és pentán 1 ol, G pentánsav és etanol. Ha felírjuk a reakciót, akkor látjuk, hogy etánsav, vagy köznapi néven ecetsav, illetve 3 metil bután 1 ol fog nekünk keletkezni, tehát a helyes válaszunk az A lesz. Következő kérdés. Elemezd az állításokat. Van-e közöttük helyes? Az első állítás, ahogyan a benzol, úgy a hexán is reagál a kálium permanganát vizes oldatával. Második állítás, a benzolt a hexegyéntől brómos vízzel lehet megkülönböztetni. 4 válasz lehetőségünk van, ugye A csak az első helyes, B csak a második helyes, V mindkettő, vagy G nincs helyes válasz. Tudjuk, hogy az aromás szénhidrogéneket káliumpermanganát oldatával lehet oxidálni, de ez a nyílt láncú alkánokra nem igaz, viszont a hexegyén elszínteleníti a brómos vizet, míg a benzol nem. Tehát a helyes válaszunk a B válasz lehetőség lesz, csak a második helyes. Következő kérdés. Jelöld meg az átalakulási sémában látható X anyag képletét. Hogy ezt az X anyagot meg tudjuk jelölni, el kell végeznünk a teljes átalakulási sémát. Az első reakciónk lesz az, hogy etanolhoz adunk rézoxidot, ugye ez az alkoholok gyenge oxidációja, egy aldehid fog keletkezni nekünk. Az aldehidet rézhidroxiddal tovább oxidáljuk, amiből kapunk egy savat, ami az ecetsav lesz, és az ecetsavhoz metanolt adunk töménykénsav jelenlétében, ami egy észteresítési reakció, metilacetát fog nekünk keletkezni, ami nem lesz más, mint a G válasz lehetőségben feltüntetett anyag, tehát a helyes válaszunk a G lesz. Következő.
Párosítsd a reagenseket a kémiai reakció termékével. Ezek már párosításos feladatok, vannak reagenseink és kémiai reakció termékei. Ugye 4 reagensünk van és 5 reakció termékünk, de csak 4 párt kell létrehoznunk, tehát egy ki fog maradni. A reagenseink az első fém és nem fém, a második fém és sav, a harmadik amfoteroxid és lóg, a negyedik amfoterhidroxid és sav. Ugye fém és nem fém reakciója során só fog nekünk keletkezni, tehát az egyes párja a D lesz. Fém és sav reakciója során só és hidrogéngáz keletkezik, ugye a fém aktivitásától függően. A válasz lehetőségeink közül így a kettes párja a V válasz lehetőség lesz. A harmadik amfoteroxid és lúg reakciója során ugye só és víz keletkezik, tudjuk, hogy az amfoter anyagok egyaránt reagálnak savakkal is és lúgokkal is. Tehát a hármasnak a párja az A válasz lehetőség lesz, és ugye amfoter hidroxid és sav reakciója során szintén só és víz keletkezik, ugye akkor a négyes válasz lehetőségünknek a párja a B lesz. Következő. Párosítsd a szerves vegyületek osztályát az anyag szerkezeti képletével, amely hozzá tartozik. Ugye 4 szerves vegyület osztály van nekünk felsorolva, vagy csoport, ahogy jobban tetszik. Az első karbonsavak, második aldehidek, harmadik alkoholok, negyedik pedig észterek. Ugye ezeket a csoportokat a legkönnyebben a funkciós csoportok alapján tudjuk egymástól megkülönböztetni. A karbonsavak funkciós csoportja a karboxil csoport, az aldehideké a formil csoport, az alkoholoké a hidroxil csoport, és az észtereké az észter csoport. A felsorolt válasz lehetőségek közül csak ki kell választanunk, hogy mely anyagok tartalmazzák ezt a funkciós csoportot, és ez alapján párosítani. Így a karboxil csoportot a V vegyületben látjuk, tehát az egyesnek a párja a V lesz. Következő a formil csoport, ugye ami az aldehidekhez tartozik, a D lesz a párja. Az alkoholoknál a hidroxil csoport a B válasz lehetőséggel fog párt alkotni, illetve az észtereknél az észter csoport a G válasz lehetőségben található meg, így a négyesnek a G lesz a párja. Következő, párosítsd a kémiai reakciót egyik termékével. 4 reakciónk van nekünk felírva, az első a pentán izomerizációja, a második a 2-metilpropán dehidrogénezése, a harmadik a butanol részleges oxidációja, a negyedik pedig a 2-brompropán lúgos hidrolízise. Ahhoz, hogy ki tudjuk választani a reakció termékeket, fel kell írnunk a reakciókat. Ugye látjuk, hogy a pentán izomerizációja során egy 5 szénatomos nyílt láncú molekulából lesz egy szintén 5 szénatomos, de már elágazást tartalmazó molekula, amely nekünk a G válasz lehetőségben található meg, tehát az egyesnek a párja a G lesz. A második reakció a 2-metilpropán dehidrogénezése. Ugye ezt a terméket az A válasz lehetőségben találjuk meg, tehát az kettesnek a párja az A lesz. A következő a butanol részleges oxidációja során ugye aldehidból sav keletkezik, ez a D válasz lehetőségben találjuk meg, tehát a hármasnak a párja a D, illetve a 2-brompropán lúgos hidrolízise során a B válasz lehetőségben találjuk meg a reakció termékünket, tehát a négyesnek a párja a B lesz. Következő kérdésünk, párosítsd az átalakulási sémát a kémiai reakció típussal. Ugye 4 reakciónk van, és 5 reakciótípusunk, 4 párt kell alkotnunk. Az első, ugye egy lineáris szerkezetből keletkezik nekünk egy elágazást tartalmazó, szintén 4 szénatomos vegyület, tehát ez egy izomerizációs reakció lesz nekünk, az egyesnek a párja a V lesz. A második reakcióban ugye kilép nekünk egy molekula, tehát a kettesnek a párja a G lesz, eliminációs reakció ment végbe. A harmadik reakciónál látjuk, hogy a hármasnak a párja az A lesz, tehát egy helyettesítés történt meg, ugye a brom helyettesítette az egyik hidrogént, más néven a helyettesítési reakciót szubsztitúciósnak is nevezzük a szerves kémiában, illetve a négyes reakcióban a B válasz lesz a párja, tehát egy addíció történt, ugye a brom addíción át a hármas kötésre.
következő, számítási feladatok következnek. Az első számítási feladatunk, számolt ki a tömegét 2,5 mol anyagmennyiségű magnéziumkarbonátnak. Első lépésként mindig felírjuk azt, hogy mi van nekünk megadva, és mit kell kiszámolnunk. Ugye az anyagmennyiség képletén keresztül ki tudjuk fejezni a tömeget az anyagmennyiségen és a moláris tömegen keresztül. Ehhez szükségünk van a magnéziumkarbonát moláris tömegére, amit a periódusos rendszerből könnyen ki tudunk számolni. A képletre behelyettesítve az adatokat megkapjuk, hogy 2,5 mol magnéziumkarbonát tömege 210 g. Tehát ezt a 210-est fogjuk beírni válasz lehetőségként mértékegység nélkül. Következő feladatunk. A hégsavakat úgy kapják, hogy tömény oldatukat összekeverik vízzel. Számolt ki egy 70 tömegszázalékos kénsav oldat tömegét, amely ahhoz szükséges, hogy elkészíthessünk 350 g 12 tömegszázalékos savoldatot. Első lépésként itt is felírjuk az advát, és hogy mit kell kiszámolnunk, majd azt a képletet, amire szükségünk van, ugye a tömegszázalék képletét, ezzel fogunk dolgozni. A képletből kifejezve kiszámoljuk, hogy hány gram kénsav van 350 g 12%-os kénsav oldatban. Ugye az M1-et, az oldott anyagot kell nekünk kifejezni, és a számokat behelyettesítve a képletben megkapjuk, hogy 42 g kénsav van az oldatban. A 70%-os oldat hígítása során a kénsav tömege nem fog változni, tehát ez a 42 g marad nekünk, így ki tudjuk számolni azt a 70%-os oldat tömegét, ami a 12%-os oldat elkészítéséhez szükséges. Ugyanazt a képletet fogjuk használni, csak más számokat helyettesítünk be, és megkapjuk az M2-t, ugye az oldat tömegét, hogy 60 g. Ismételten ezt a 60-ast fogjuk beírni válasz lehetőségként mértékegység nélkül. Következő feladatunk. 5,6 liter etánból és etánaminból álló keveréket normál körülmények között átbuborékoltattak fölöslegben vett hidrogénbromid oldaton. Ennek következtében az oldat tömege 4,5 g-mal nőtt. Számolt ki a kiindulási keverékben lévő etánamin térfogat százalékos összetételét. Ugye felírjuk az adványkat és azt, hogy mi kell, hogy keletkezzen, mit kell, hogy megkapjunk, és a feladat szövege megadta, hogy 4,5 g-mal nőtt a tartály tömege. Ugye nem tudjuk, hogy ez a tömeg mi lesz nekünk, ezért először értelmezni kell nekünk a feladatot. Ugye etán és etánamin keverékét hidrogénbromidon vezettek át. Az etán a hidrogénbromiddal nem fog reakcióba lépni, viszont az etánamin igen, tehát ennek következtében ez a 4,5 g magának az etánaminnak lesz nekünk a tömege. Ennek ismeretében tovább tudunk menni, mivel tudjuk az etánamin tömegét, ki tudjuk számolni az anyagmennyiségét. Az alábbi képlet alapján ugye a molekula tömegét azt egyszerűen ki tudjuk számolni, behelyettesítve a képletbe megkapjuk, hogy az etánamin molekula anyagmennyisége 0,1 mol. Az anyagmennyiséget kiszámoltuk, a feladat pedig megadta, hogy normál állapotban vannak a gázok, kiszámolhatjuk az etánamin térfogatát. Ugye az alábbi képletet alkalmazva kifejezzük a V-t, és megkapjuk, hogy az etánamin térfogata 2,24 liter. Ennek ismeretében ugye tudjuk, hogy mennyi az etánamin térfogata, és tudjuk a keverék össztérfogatát, tehát ki tudjuk számolni az etánamin térfogat százalékos összetételét az alábbi képlet alapján, és megkapjuk, hogy 40%. Tehát ezt a 40-est fogjuk beírni válasz lehetőségként, ismételten mértékegység nélkül. Köszönöm a figyelmet, jó munkát, jó tanulást kívánok, és jó eredményeket!